igazgatóra, mai nap egy kettős évforduló, mi ez? Az első évforduló az, hogy tartunk egy nagy osztálytalálkozót. Az ipari napja, ez amióta megrendezésre kerül, ha jól emlékszem, ez az ötödik alkalom, akkor mindig arról szól, hogy kinyitjuk az iskolát, és minden öreg diákot visszavárunk. Lehetőség van évfolyamtársaknak, egymással egy időbe idejáróknak, vagy akár generációs különbséggel idejáróknak is találkozniuk és beszélgetniük. Ez a 74. tanévünk, úgyhogy jövőre jubileum lesz, és ebben azért nagyon nagy mérföldkövek voltak. Hát kezdve itt a vegyészképzés kezdeti nehézségeitől, aztán ehhez jött ugyebár az alumínium ipari képzés, a híradástechnika, nagyon nagy váltás volt a rendszerváltás után a világbanki képzés, a gimnázium, hisz azért ebben az iskolában volt 25 évig gimnáziumi oktatás is. És aztán ugye a 2010-es években meg visszafordultunk a szakképzés felé, és hát itt az öreg diákok mindig mondják, hogy végre újra technikum lett az iskolánk, hisz annak idején az 50-es években technikumként indult, aztán hát volt szakközépiskola, szakgimnázium, és még sok minden egyéb elnevezése is, és most újra technikum, tehát egy kört, azt hiszem, körbejártunk. És akkor van egy jövő is, sőt, szépnek ígérkező jövő is. Hát bízunk benne, szerencsére népszerűek vagyunk, sok gyerek jön ide hozzánk, örülünk neki, hogy szép eredményeket érnek el a tanulóink, ugye most épp a versenyszezon vége felé közelítünk, és azért már látszik, hogy tényleg idén is olyan eredményeink lesznek, amikre büszkék lehetünk, úgyhogy én szeretném azt mondani, hogy legyen még 75 év legalább előttünk. Önök is túl vannak a beiskolázási szakaszon, mik az első tapasztalatok? 1003 jelentkezés érkezett hozzánk 600 tanulótól, úgy gondolom, hogy ez a hatosztályt szeretnénk indítani, ez egy abszolút pozitív dolog, tehát még azon a szakon, amelyikre legkevesebben jelentkeztek, ott is háromszoros túljelentkezés van. Melyik ez a hat szak? Informatika, ez a legnépszerűbb, mechatronika, gépgyártás technológia, a kisgyermekgondozó szak és a vegyipar szak. A kisgyermekgondozóban ugye van német és angol nyelvi előkészítő, tehát ezt így kettőnek számoltam. Egy dologról nem beszéltünk, illetve sok mindenről nem beszéltünk, de hogyha az ember ebbe az épületbe bejön, akkor van valami hatása, hogy ez azért egy patinás épület. Itt rengeteg érdekesség található padlástól egészen a pincéig. Igazgató nyilván végigjárta már. Hol érzi magát a legjobban? Mi a legérdekesebb helyisége ennek az épületnek? Hát ezt még soha nem kérdezték meg tőlem. Nagyon sok érdekes helyisége van. Tehát én jól érzem magam egy laborban is, mert hogy valamikor vegyészdiákként oda jártam. Én nagyon szeretem például a szűk folyosót így délután, amikor besüt a nap, és olyan csend és nyugi van. Úgyhogy tényleg mindegyik részletnek van valami varázsa. Ha említette, hogy ide járt ebbe az iskolába egykoron, mekkora a különbség a mostani és az akkori diákság, pedagógusok, összetartás, szemlélet között? Mindig azt mondják, ugye, hogy mert milyenek a mai gyerekek, nem jobbak és nem rosszabbak, mint mi voltunk szerintem, sőt lehet, hogy még jobbak is, mások. Ugye őket már a média nevelte, minket meg még az utca, meg az áropart, és azért ez nagyon látszik, hogy egy más világban vannak, de hát nekünk meg ehhez kell alkalmazkodni, mert hogy nekünk azokat kell tanítani, akik itt vannak. Befejezésű egy személyes emléket, amelyiket kiválaszt ebből a 30 esztendőből, vagy nem is tudom hány esztendőből, melyik lenne az akár humoros, akár szomorú, akár érdekes, akár gyermekkori énje? Hát a lehető diákcsínyeket most nem mondanám el. Pedig hogy örülnének most azok, akik nézik az adást? Például ez volt az egyik első, amikor kezdőtanárként én ide megérkeztem, és akkor a folyosón ült a Kobán László, aki akkor még nem volt igazgatóhelyettes, csak szintén egyszerű testnevelő tanár, és akkor az volt az első kérdés, hogy bemutattak minket egymásnak, hogy tudsz focizni. És akkor mondtam, hogy hát annyira nem, de én állok a kapuba. Azt mondja, hogy remek, úgy sincs kapusa a csapatnak. Na azóta is én vagyok a tanári foci csapat kapusa. Innentől pedig ez egy öröklött pálya, vagy öröklött pozíció? Hát egyelőre meg senki nem akart kitúrni, és az a helyzet, hogy ahhoz képest, hogy akkor egy elég széles kispadja volt a tanári foci csapatnak, ez sajnos már leszűkült. Thank you.
Kozmai Béla úr 1965-ben végzett ebben az iskolában. Hogyan emlékszik arra a pillanatra, amikor az első alkalommal átlépte azt a bizonyos küszöböt? Hát a legelső alkalom ugye a felvételi vizsga, amelyiknél még nagyon sokan jelentkeztünk, és körülbelül olyan hatszoros túljelentkezés volt, mert abban az időben, tehát az 50-es évek végén, 60-as évek elején középiskolákban az ipari technikumok voltak az oktatás csúcsa, tehát aki oda bejutott, az igaz, hogy valamelyik szakmai ágazatnak lett a középszintű vezetője, vagy vezetőnek képezték, középszintű képzést kapott, de azt a területet, azt nagyon alaposan megtanulta, így vegyipari technikum akkoriban volt az országban 5. Ebből az egyik volt itt Veszprémben, nekünk ez volt a legfontosabb, és a felvételi vizsgánál is nagyon komoly matematika, fizika számonkérés volt, mind írásban, mind szóban. Ez a felvételi vizsga, ez volt számomra a legfontosabb, mert itt a szomszédban, Balatonfüszfön gyerekeskedtem, ott laktak a szüleim, ott dolgoztak ők a nitrokémiába, és én nekem a vegyipari technikum Veszprémbe egy olyan bázisnak tűnt, hogy bármi történik velem, a szüleim után mehetek a nitrokémiába dolgozni vegyészként. Aztán ez egy kicsit kitolódott, mert a technikumban itt 65-ben érettségiztem, és egy sikeres felvételi vizsga után ugyanide a városba, a vegyipari egyetemre kerültem, ahol egy év katonaságot követően 71-ben kaptam vegyészmérnöki diplomát. Úgyhogy én nekem ez a város minden tekintetben a fontos, és nagyon szeretem minden ízében, különösen a régi városrészeket, és alig várom, hogy olyan filmeket, fényképeket találjak akár a tévében, akár interneten, a Skype-on nagyon sokan beszélgetünk erről, illetve a Facebookon találom a régi veszprémi képeket az 1900-as évek elejétől, és az nekem valami csodálatos örömet szerez, ahol látom, hogy a viadukt épül, amelyik építésében egyébként a feleségem, aki szintén veszprémi, nagyapja ott volt, és mondta is, hogy milyen munkákat végeztek. Tehát Veszprémről én ennyit tudok, mint nagyon szép emlékeket, örömet, és erről az iskoláról még annyit, hogy olyan nagyszerű fiúosztályban érettségizhettem, amelyiknek az osztályfőnöke Egyed László tanár úr volt, aki egy fantasztikus egységet kovácsolt össze a tiszta fiúosztályból olyan mértékben, hogy gondolják el, hogy 2000 óta, vagy 99 óta minden évben 3-4 napos érettségi találkozókat tartunk, szanaszét az országban, mivel ugye ebbe az iskolába annak idején az országból mindenhonnan jöttek a elfogadhatóan jófejű, most öndicséret ugye, de így tűnik, jófejű diákok jöttek Győrtől Szegedig, Kaposvártól Széchenyig, Szombathelytől Debrecenig, tehát mindenhonnan jöttünk, és ugyanígy a végzés után mindenki szanaszét került, és 99-ben elhatároztuk, hogy az 5 évenkénti érettségi találkozó az nagyon ritka. Közben az 5 év alatt annyi minden történik az emberekkel, hogy azt nem lehet 5 évenként csak elmesélni, ezért elhatároztuk, hogy minden évben tartunk 3-4 napos érettségi találkozót, mindig ott, ahol a vállalkozó osztálytársunk meg akarja szervezni, ez lehet a lakóhelye, a munkahelye, a kedvenc üdülőhelye, de egy feltétel van, hogy minden ötödiket itt Veszprémben tartjuk. Egy ilyen osztálytalálkozó nem múlhat el anélkül, hogy ne idéznék föl egykori diák csinnyeiket. Legalább egyre emlékezzünk itt a nézők számára.
Hát diákcsíny az többek között az volt, amikor kötelező volt nekünk még a kapunk kívül diáksapkát hordani. És ezt a diáksapkát mindenki gyűlölte, nem szerette, és amikor csak lehetett, nem viseltük, sőt, egy időben az volt a ellenállásnak a megjelenítése, hogy a kollégisták, amikor kimehettek, sajnos én nem voltam kollégista, itt volt a kollégium az iskolában, akkor feltűnően kalapot viseltek. Emiatt volt is számon kérés osztályfőnöktől, tanártól, természetesen nem volt különösebben nagy szigor, tehát nagy büntetés, de észrevették, hogy a diáksapkát nem szeretik. És most magamat dicsérve elhatároztam a 45-ös találkozónkon, hogy 50 évet, ha megérem, akkor minden diáktársamnak egy retro diáksapkát fogok ajándékozni. Ezt az a ötlet adta, hogy itt a iskolában van egy múzeum, ahol egy ütött, kopott diáksapka van egy szép piedesztálon, és amikor én azt megláttam, akkor jutott eszembe, hogy ez az, amit utáltunk, amit nem szerettünk, és úgy gondoltam, és az 50 éves évfordulón, amikor itt a díszterembe tartottuk a találkozót, akkor meglepetésszerűen, de tényleg meglepetésszerűen tudtam a diáksapkákat elővenni, és gondolj el, hogy a hölgyek, köztük a feleségem szemébe is csillogott a könny, amikor bejelentettem, hogy én úgy gondolom, hogy az 50. találkozónkat, vagy 50 éves találkozónkat ezzel próbálom emlékezetessé tenni. És azóta is minden találkozóra visszük magunkkal a diáksapkát, és ha megyünk valamilyen közös rendezvényre, tehát a találkozóinkon általában mindig van egy kultúrprogram. Tavaly például a paksi atomerőművel voltunk idegenvezetéssel, mert Paks mellett egy kis faluba tartottuk a 3 napot.